kevés hely van, ahol még igazi közösségként tudnak működni az emberek. Én azt hiszem, a színháznak ma ez a legfontosabb küldetése. Van egy ilyen szokás Miskolcon, ezt most már hagyományosan 9 éve van, hogy amikor bemutató van, akkor én ott állok, és jönnek a nézők, és akkor beszélgetnek velem. Tehát a legbüszkébb arra vagyok, hogy akkor, amikor a nehéz helyzetben szembesülnöm kell saját korlátoltságommal, az inkább felemel, mint a gyonsúlyt. Tulajdonképpen a december-január-februári számlákat abból fizettük nagyjából ki, amit a miskolciak, sőt nem csak miskolciak, adakoztak. Az ember, ha lassan 9 éve igazgató, akkor megtanul más szemmel nézni dolgokat. Na most azon a talajon, ami végtelen labilis, a morális kérdések, én ott a szakmai kérdésekkel tudnánk rendet tenni, azt hiszem. Üdvözlöm Önöket, Béres Attila, a Miskolci Színház igazgatója, rendezője, a Bóta Café vendége, de volt ő az Operett Színház főrendezője is. Jó néhány dolgot csinált már, és csinál most egy veszett jó színházat, mert ez a Miskolci, ez messze az ország egyik legjobbja. Azt olvastam, amikor még nem voltál igazgató, hogyha neked lenne egy színházad, akkor a legelső két ember, akit te oda szerződtetnél, a Görög László, aki most szerződött el, és a Kocsis Pál, aki meg nincs ott, ha jól most tudom. Amikor igazgató lettem, akkor a Kocsis Pál akkor szerződött el sajnos, de amikor mi együtt oda kerültünk Miskolcra, akkor a Kocsis Pál és a Görög Laci együtt került oda. Na de várjál, most nem ezt akarom ám kérdezni, hanem hozzátetted, hogy nehéz emberek, jó velük dolgozni. Na, ez érdekel. Te is nehéz ember vagy amúgy? Hú, hát ez azért nehéz kérdés, mert az ember sose gondolja magát nehéznek, de valószínűleg nehéz ember vagyok. Már nem vagyok annyira nehéz ember, mint régen. Miben voltál nehéz? Én nagyon önfejű voltam, tehát nagyon, én szerintem ma is makacs ember vagyok. Ráadásul abban is nehéz lehettem mondjuk, hogy nagyon nehezen viseltem el, ha valami nem úgy történt a színpadon, hogy én akartam, és akkor voltak ilyen érzelmi hullámaim a nézőtéren, hangosabban beszéltem. Tehát magyarokkal jabáltál a színésszel? Igazából a színésszel szerintem nem. Ha nem? Akivel? Úgy mindenkivel. Tehát, hogy úgy... Úgy általában azért igen, nehéz. De, hogy nem. De, hogy én nincs ott az a szék. De ezek a dolgok, hogy mondjam, tehát, hogy amikor az ember fiatal, és azt gondolja, hogy minden, hát jó, rosszul tudok csak fogalmazni, megpróbálom pontos lenni, tehát amikor azt gondolod, hogy az, amit te gondolsz, csak az érvényes, akkor nagyon küzdesz érte. Amúgy a rendezőszaknak, vagy a rendezésnek az egy fontos tulajdonság, hogy el tud érni igazából, amit akarsz, és ha azt is hozzáveszük, hogy úgy tud elérni, hogy közben a másik fél, akivel szemben el akarod érni a szándékaidat, hozzátesz, és nem csak megcsinálja, akkor az egy szintlépés. És én azt hiszem, hogy az elején én csak anélkül akartam a dolgaimat megcsinálni, hogy én akartam. És tehát nem el akartad kényszeríteni szegényekre. Biztos, hogy volt ilyen is. Tehát, hogy ezen nehéz azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy nehéz ember vagyok. Igen, de közben meg azért nagyon sok idő telt el. Tehát, hogy az ember, ha lassan 9 éve igazgató, akkor megtanul más szemmel nézni dolgokat. Tehát, hogy olyan... Ez az? Hát megtanul sokkal engedékenyebb lenni. Megtanulja azt, hogy mi fontos. Tehát nagyon, tehát az igazgatásnak talán a legnehezebb része, hogy felállíts egy fontossági sorrendet. Tehát épp egy tervelfogadásról jövök. Antal Csaba tervez a Miskolci Színházba. Remek tisztlettervező. Azért az egy nagy szép dolog. Dolgozik a világban. Igen, hogy Antal Csaba, és akkor ültünk a tervelfogadáson, és szó volt egy dologról, amit ő szeretne. És akkor a Szabó Máté, aki a rendező, és a műszaki vezető, stb. Találtak egy helyette megoldást.
Na most mi a fontos, hogy a helyette megoldás jól működik? A helyette azért kellett, mert az jóval olcsóbb. Mert számottevően olcsóbb. És akkor mi a fontos, hogy a helyette megoldás, vagy az, hogy egy ekkora tervező, mint az Antal Csaba, aki tényleg Európa egyik legjelentősebb tervezője, azt érezze és azt gondolja, hogy ez a színházban ő a saját és fantasztikus álmát meg tudja valósítani. Na most ilyenkor nyilvánvaló, és ezt most vegyed nagyon metaforikus képnek, az igazgató az, aki ebben dönteni tud, és valószínűleg régebb az olcsó megoldást választottam, ha már azt kérdezted az előbb, aha, hogy nehéz ember vagyok, ma idefele jövet, azon emésztettem magam, hogy de az nem lehet, hogy egy Antal Csaba kitalál egy ilyen csodálatos dolgot, nem akarom lelőni még, hogy mi az, és akkor nem teszünk meg mindent, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy valószínűleg ma már inkább ennek a művész. Tehát meg lesz Csabának innen? Valószínűleg, igen? Innen üzenem, hogy valószínűleg meg lesz, igen. Mert hogy az, tehát olyan nehéz a mai világban, amikor semmire idézőjelben nincs pénz, és idézőjel nélkül sincs. De hogy ez egy végtelenné, de hogy érted, hogy nem lehet megcsinálni, hogy az Asher Tamás rendez Miskolcon, és akkor azt mondod, hogy ez nincs. Azt nem lehet. Akkor belepusztulsz, és van. De hogy lesz? Ugye tudom, hogy tavaly közönségtől is kértetek, igen, hogy adakozzon. Ez egy szükséges, hogy mondjam, az történt, hogy ugye mindenki tudja, hogy bezártak a színházak, tehát novembertől januárig, Kecskemétől. Nem mindegyik, de jó néhány vidéki színház pestiek bezárt. Nem nagyon. A pestiek nem, de a vidékiek igen. És akkor... Mert nem volt pénzfűtésre. Nem volt pénzfűtésre. Tehát ez már nem a Covid, ez nem. Már utána. Na most gondold el ezt a párhuzamot, hogy 200 évvel ezelőtt, vagy 210 évvel ezelőtt, amikor ezt a színházat elkezdték építeni. Nehogy akkor... 200 éves a Miskolci Színház, amit nem mondtam a felkonfban. Igen, 200 éves a Miskolci Nemzeti Színház, tehát 200 nem tudom hány évvel ezelőtt, mikor elkezdték építeni, akkor azt mondták, vagy megszületett a szándék az építésre, akkor azt mondták a miskolciak, hogy dobjuk össze a pénzt. Ez volt 200 évvel ezelőtt. Eltelt 200 év, jött a nagy 200 éves évforduló évada, a 2023-as év, és el tudod képzelni, hogy úgy kezdjük a születésnapi évet, hogy zárva van a színház. Én ezt nem tudtam elképzelni. De azt ellenben láttam a kasszán, hogy ezt a 15-18-20 nem tudom hányszorosára emelkedett energiás gázárat nem fogjuk tudni kifizetni, mert ha kifizetjük, akkor az fog történni, hogy nem tudok fizetést adni. Hanem... Egyébként én azt most... nehezen tudtam elképzelni, bocsánat, hogy erre ti nem kaptok egy jelentős állami támogatást, hogy amikor nagy magyarok vagyunk, akkor egy nagy magyar színház 200 éves, és ezt méltóan megünnepelni. Nem, ezt mi a költségvetésből csináljuk, illetve de hát kaptunk. Egy petákot nem kaptatok erre? Bizonyos formában kaptunk támogatást, mert hogy a Színházi Olimpia az több előadást hozott Miskolcra, mint átlagosan más színházakhoz. Tehát így jött a Comedy France, így jött Mártáler, így jött a Kolozsvári Színház. A Bulandra Színházat már mi hívtuk meg saját erőforrásainkból. Az egy híres bukaresti színház, hát talán a leghíresebb, igen. Na most, hogy csak visszatérés, akkor jött ez az ötlet, nem is tudom, vagy Máté, vagy Gábor, már nem tudom, ki vetette fel a művészeti tanácsból, hogy gyerekek, ez ugyanaz a helyzet, mint 200 éve. Hát próbáljuk, hogy a 200 év múlvai utódok adakoznak-e, és döbbenet, ami történt. Tehát döbbenet, megállt az idő, vagy visszamentünk az időbe, és tulajdonképpen a december, január, februári számlákat abból fizettük nagyjából ki, amit a miskolciak, sőt nem csak miskolciak, adakoztak. Ez egy azért érdekes dolog, mert ugye, hogy értsék, hogy volt olyan, aki 500 forintot küldött. Volt egy néni, aki 800 forintot küldött a színháznak, és leírta, hogy 80-valány ezer forint a nyugdíja, de ő nagyon nem szeretné, ha bezárna ez a színház, mert neki az egy hónapban egyszer ünnep, amikor sorra kerül a bérlete, és akkor ő most ezt odaadja a színháznak. Nyilván kaptunk milliós tételt is vállalkozóktól, de hogy egyszer csak megmozdult a város a színházáért. És így
tulajdonképpen mondhatom azt, hogy megállás nélkül végigjátszottuk azt a telet, és azt a nehéz időszakot, amikor más színházak zárva voltak. Megismétlődött a történelem. Én ezt, ez egy fontos pillanat a Miskolci Színház elmúlt 10 évének, mert itt kiderült, hogy még van valami a világban, ami így összeköti az embereket. És ez esetben a múlt télen ez a színház volt. Hát amúgy is te hangsúlyozni szoktad, hogy hát olyan, mint a miskolci közönség, na olyan aztán nincs több. Ebben egyetértünk. Tehát, hogy, már egyetértek hogy magammal. Az a 200 év az valahogy mégiscsak bekerült a falakba, tehát, hogy egy város fontosnak tartja a színházát, és hát mellesleg, amit te csináltál, az se olyan rossz, tehát nyilván azt is szeretik. Hát egyébként az számomra döbbenet volt, amikor ugye a producereknél, amit véletlenül te rendeztél, és hát ez tényleg nagyon jó előadás, ottan Csáki Judittal tartottunk egy ilyen közönség találkozót utána, hogy egyrészt, hogy mennyien ott maradtak. Tehát, hogy nem a sufni-sufniába kellett a közönség találkozót tartani, hanem biztatok abban, hogy érdemes nekünk a színpadon ülni, meg a színészeknek, és a nézők a nagy színpad nézőterén voltak, és sokan, nem mondom, dugig volt, akkor hát mentek haza, de meglehetősen sokan ott maradtak, és hogy többen elmondták, hogy ők több mint 10-szer látták ezt az előadást, én így pislogtam bele, hogy mi van? Mellesleg, ha Miskolcon élnék, én is bemennék még egyszer-kétszer. De hogy igen, hát ebben nagyon sok munka van, már annak az elmúlt időszaknak a munkája, hogy felépítsük azt, hogy ide miért és hogyan érdemes bejönni. Ebben nem nekem van sok munkám, biztos nekem is, de alapvetően ez a társulat érdeme. Tehát az, hogy rajongva szeretik a színészeket Miskolcon, az tény. Tehát az tény. Másrészt pedig, hát hogy mondjam, az azért az első pillanattól nyilvánvalóvá vált számomra, hogy valahogy ezt az operettből hozom. Tehát, hogy közönség nélkül ezt azért úgy nem lehet. Tehát most volt az 58. Fekete Szárú Cseresznye, tehát, hogy ilyen nagy számokat élnek meg az előadásaink. Azért, mert azt gondolom, hogy mindig van egy néző, akit meg kell szólítani, aki még nem volt. Biztos ismered ezt a példát, hogy hány szál hajat kell elhújjon ahhoz, hogy az kopasz legyél. Egy. Az utolsó. Na, addig az nem húlt el, addig nem vagy kopasz. Na most én így vagyok a nézővel, hogy hány nézőt kell megszólítani, hogy teltház legyen? Egyet. Azt, akitől teltház lesz, aki még nem volt színházba. Tehát, hogy, és erre azért sokat dolgozunk rá. Tehát ezért van iskolai programunk, ezért van folyamatos jelenlétünk a város minden pontján mindig azért, és nem azért, mert azt akarjuk hangsúlyozni, hogy hú, gyertek, nem tudom, hogy azért, mert nagyon kevés hely van még a Földön, ahol valódi közösségben emberek együtt, egy történeten nézve igazi közösséget képeznek. A színház még egy ilyen hely. Ott van 700 ember, vagy hát ha mind a három teremben van előadásunk, akkor 1100 ember ott ül esténként. Mondjuk a nagy színházban ülnek 630-an, néznek egy történetet, sötét, és akkor abban a sötétségben az igazi közösség attól lesz igazi közösség, hogy eltűnik köztük mindenfajta különbözőség. Még akkor is, ha másképp értelmezik a producereket, és mondjuk valaki földülődik egy valami eténfajta aktuális poén, és valaki nem, együtt röhögnek rajta. Igen, abban ugye voltak vastagon politikai dolgok. Kevés hely van, ahol még igazi közösségként tudnak működni az emberek. Én azt hiszem, a színháznak ma ez a legfontosabb küldetése. Sokfajta küldetése volt a színháznak az elmúlt. Én egy olyan világban nőttem fel, a Erdélyben, a Ceausescu korszakban, ahol a színházba elvittek anyukámék, megnéztem valamit, és akkor hazafele menet
a bátorságról beszélgetett édesapám édesanyámmal, mert a mondat mögötti, vagy a helyzet mögötti tartalmak okoztak nekik katarzist. És akkor én megértettem, hogy nem azt kell nézni, ami ott van, hanem azt kell érteni, ami mögötte van, és ez egy fontos dolog volt, hogy nem volt dolgokat szabad kimondani a mindennapokban, a színházban meg ki lehetett mögötte valahogy mondani. Egy ilyen világban nőttem fel. Ez volt a színház feladata, de volt a színház feladata az anyanyelv ápolása. Sok minden volt. Ma azt gondolom, hogy a színház legfontosabb feladata, hogy megtartsa az élő közösségeket, hogy legyenek még élő közösségek. Olyan, mint egy, mondhatom ezt, a foci meccs is egy élő közösség. Csak ott nem a katarzis, és nem a lélekjobbító dolog az, ami vezérli azt a 700 embert, hanem a győzelem. A színházban nem kell győzni. A színházban megrendülni kell. Hát, és kicsit sajnos visszajött a szókimondás, ami nálatok én Erdélyben nőttem fel a Marosvásárhelyi Színházon, és emlékszem az édesapám megrendültségén, amikor a Kincses Elemér által rendezett Don Carlos előadásba, azt hiszem 10 éves voltam, megindult egy szobor hátulról, és mindenki menekült, és azt apukámék valami hihetetlen bátorságnak tartották, hogy a diktátor jön, és mindent elsöpör. Hát én ebben nőttem fel, nem szeretnék még egyszer ebbe a világba felnőni, úgyhogy a Miskolci Színház szókimondó, igen. Én azt a raffinériát próbálom megfejteni, hogy te hogy tudsz így talpon maradni. Hát ugye az örök példám ez a producerekbe az Eres csatorna, amikor éppen ez meglehetősen aktuális volt, akkor belekerült, de aztán később a miniszter félrelépbe is volt Eres csatorna. De az, hát... figyelj, azért mondom el, mert ezek annyira vicces helyzet volt az például, hogy mi próbáltunk egy jelenetet. A jelenet arról szól, hogy nem volt siker egy előadás, és jön egy rendező, aki azt gondolja, hogy boldog. És akkor ott van egy ilyen konfliktuális helyzet, amire egyszer csak rátör a rendőrség. Ez a színdarabban megírt jelenet, rátör a rendőrség, mert lövöldözés van, mert az író lövöldözik, rátör a rendőrség. A színpadon jelenlévő szereplők, tehát nem a személyek, hanem maga a szerepek, közül van meleg, van kókler, van minden. Betör a rendőrség, és ők menekülnek. A díszletben amúgy is volt egy ablak. Na most képzeld el azt a színházi helyzetet, Gábor, hogy mi aznap reggel próbáltuk pont ezt a jelenetet, amikor megjelent a hír. Igazából én olvastam a hírt, de nem volt a fejemben, míg néztem rendezőként a jelenetet, hogy ez mekkora ugyanaz. És az történt, hogy Szőcs Artúr kimenekült az ablakon, még mindig csak csináltuk a jelenetet, még mindig nem, és amikor visszamászott, visszajött egy Eresz csatornába. És akkor megértettük, hogy mit jelent, de mi történik, hogy olyan röhögés volt, hogy nyilván benne marad. Hát egy ilyen színészi ötlet, hogy nem maradna benne. Hát én lennék a gyávák királya, ha nem maradna benne. Hát... De hogy mondjam, hát ugye láttuk, hogy mennek az igazgatóválasztások, most aztán végképp nagyon láttuk, most azt is láttuk, hogy akit hát nem akarnak ott fölül, ez idáig nem volt, az diszkvalifikálják. De hát, és már valami eszeset se tudnak kitalálni, tehát az, hogy valaki, aki mit tudom én, 20 éve van, nem tudom hány éve van a pályán, nem igazolta, hogy 5 éve hát a pályán van. Nem tudják a nevét annak, aki azért, hogy mondjam, az operettszínházat tulajdonképpen operettszínházzá tette az alakításaival, legyünk őszintén. De ezt nem csak az operettben, tehát ezt a Magyar Színházban is eljátszották, ezt az nincs nem tudjuk, hogy 5 éve a pályán, és ezt igazolni. Tehát, hogy mondjam, tehát ez a dolgok bedurvulása. Tehát ez, hogy még kell diszkvalifikálni, lehet azt mondani, mint az operaháznál, hogy hát nem. A szakmai bizottság nem ezt akarta, de mi ezt akarjuk, csá. Ebből se lett balhé, nem? De ez mindig a fenntartó joga. Igen, nincsen semmi baj. Nekem tulajdonképpen 2025... De hogy maradsz te, amikor tulajdonképpen a vidéki színházakat, ha úgy tetszik, végig sorozták szinte végig.
Te jó káder vagy azzal? Tehát nálad, hogy erdélyi gyerek, az például jónak számít? Vagy hogy van én ez? Én nem tudom. Én mindig büszke voltam arra, hogy én erdélyi vagyok. Ebben nincs. Én, miközben itt nálunk sok erdélyi, sok mindent csináltam, ami nem volt annyira... Mostanában. Ez azért bonyolult kérdés, mert én tehát a káderséggel nem foglalkozom. Nyilvánvalóan sok koromnál fogva is sajnos, sok Erdély barátom van, sok olyan ismerősöm van, főleg édesapámon keresztül, aki egy időben Erdélyben ő maga is politikus volt még. Amúgy van, filozófus, meg színház történész is. Igen, még van egy ilyen történelmi tény is, hogy az első magyar államtitkár egy román kormányban ő volt. Azt tehát, nem tudtam. Ez egy történelmi tényleg? Dolog, igen, soha nem volt magyar államtitkár román kormányban, és a 90-es évek elején ő volt, meg hát azért ő nagy harcos volt, de én most látod, megpróbálunk politikáról beszélni. Én a színházban az előadásaimmal szoktam a politikai témákat boncolgatni, ironizálni, stb. De amúgy, hogy mondjam, a hétköznapjaimban őszintén olyan távol próbálom tartani magam tőle, amilyen távol csak lehet. De te azért lehet. Muszáj lehessen, Gábor, mert ha mindent a politika határoz meg, akkor abba bele fogunk pusztulni. Tehát, hogyha már azt is a politika határozza meg, hogy fekete vagy sárga szemüveget hord, akkor belepusztulunk. Hát muszáj védeni valahogy a harangomat, ami így körbevesz. Persze. De hogyha így véded a harangodat, akkor tudod pontosan, hogy itt mit van, mi van, és hozzá tudsz szólni az előadásaidban kellőképpen? Hát nyilván üvegből van a harang. Ja, raffinált. Nyilván. Nem tudom, nagyon jót kérdeztél, nagyon hosszan tudnék erről beszélni. Én nem akarom, én például, tehát hogy mondok egy példát. Volt ez az olimpia kérdése, én szerintem az olimpia egy jó ötlet. Nem biztos, valóban igaz, hogy abban az időben ők a független színházak teljesen el lehetőek. De most a színházi olimpiáról, beszélek. A színházi olimpia. Amikor a független színházak teljesen ellehetülnek, akkor kell-e nem tudom hány és mennyi forintot elkölteni színházi olimpiára. Ez valóban egy színház szakmai kérdés. Mondhatom azt is, hogy morális kérdés valahol. De én azt gondolom, ha van színházi olimpia, és mégpedig van vagy volt, és akkor tudtuk, hogy lesz, és ezt a pénzt erre lehet költeni, akkor ebbe bele kell állni. Tehát akkor ebből nem morális kérdést csinálok, hanem szakmai kérdést. Nem, én is azt gondoltam, hogyha itt vannak tehát, jó előadások, akkor hülye lennék, nem elmenni. De erről beszélek, érted? Tehát, hogy az a baj néha, és akkor most megpróbálok valahogy raffináltan, ahogy te mondtad, politikára válaszolni, hogy sokszor csak morális kérdést olyan dolgokból, amik szakmai kérdések. Na most azon a talajon, ami végtelen labilis, a morális kérdések, én ott a szakmai kérdésekkel tudnánk rendet tenni, azt hiszem. De hogy... Na de ki tud állni a szakma? Most mondhatnám azt, hogy te, mint Miskolci Színház igazgatója, tehát a szakmába potentált, te kiadhattál volna egy húhát, hogy mit csinálnak a független színházakkal. De én kiadtam. Jé, hol, kiadtunk. Mikor? Hát abszolút támogat, tehát nem csak, hogy támogatólag, ugyanúgy felálltunk az erkére, amikor az teljes Miskolci Művészeti Tanács, sőt a társulat is, amikor a Színművészeti Egyetem volt. Hogy mondjam... Jó, ez nem a független színház, de igen. Mondjam, folytathatom ezt a sort akár addig, amit most mondtál, hogy én azt gondoltam, hogy én, mint Miskolci Színház igazgató és mint rendező, abban a elsorvasztó folyamatban, ami a mai Operett Színház, egy potenciálisan jó lehetőségnek számító igazgatót kell támogatnom, és ez volt a Szente Vajk. Tehát, hogy attól, mert
mert nem hangosan ordibálunk, ezt most jól érzd, de attól még sikoltunk, ha sikoltani kell, pont most jókor kérdezed, ezt most pont azon gondolkodtam, hogy valahogy arról biztos beszélni kéne, hogy az új színházban nincs színház. Ugye nekünk az új színház azt most olvastam, azért fontos, mert az utolsó előtti és az új színházat megalapozó igazgató az, ami tanárunk volt, a Székely Gábor. Most olvastam egyébként tegnap, ez felvétel, tehát adásba később megy, ugye, de hogy épül mellette egy szálloda, és azért nem lehet benne színház, az olyan, hát máshol is épülnek dolgok, azért ez megint olyan kicsit olyan furi nekem. Hát igen, de látod, hogy lehetséges. Ugye te eredendően matematikus vagy. Helyel köze. Tehát, hogy azt elvégezted Kolozsváron, vagy én nem azt végeztem? Elvégeztem azt az egyetemet, csak nem szak, hogy mondják, nem védtem meg ezt a végén így meg kell védeni. Mert akkor már úgy gondoltad, hogy színész. Nem, én akkor már színész szakon voltam első éves. Tehát én a matematika év utolsó évében felvételiztem színész szakra, ez egy bonyolult történet bizonyos szempontból. Hát tudom, apád nem akart, hogy színész legyél, hogy színész és miután legyek. Bátyád meg matematikus tanult Kolozsvárot, ezért ő mondhatjuk azt, hogy elzavart oda? Vagy? Végül is nem, mert végül is az is igaz, hogy a középiskolában én egy tantárgyból voltam kitűnő, és ez a matek volt. Tényleg? Abszolút. Abszolút. És akkor hát ez úgy adódott, de hogy már utolsó éves voltam, amikor más éves voltam a színműn, és akkor megígértem apukámnak, mert hogy közben rájöttél, hogy mégse ezt akarod, mert azért. Hát ez egy érdekes történet, napra pontosan tudom ennek a, tényleg napra pontosan na. Tudom. 1992. október 5-e reggel 6:30, ezt ennyire tudom, ez volt a vízválaszt az én életembe, tudnik, leszálltam a buszról a színház előtt Kolozsváron, és onnan gyalog kellett volna az egyetemre mennem. Ez volt másodév eleje, nem, harmadéve, mert másodév eleje, és amikor leszálltam a buszról, találkoztam Kincses Rékával, aki egy jó rendező lett azóta, ő Németországban él, meg egy fiúval, Csák Zsolttal, aki bábszínész volt, és kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy megyek egyetemre, mert funkcionális analízis kurzus van reggel 7:30-tól, és mondták, hogy gyere már be a színházba, ígyunk egy kávét, vagy elmész a szemináriumra. Hát tulajdonképpen azt hiszem ez volt az a pont, onnan én már nem nagyon jártam a matek egyetemben. Mert annyira jót dumáltál velük, hogy igen, meg akkor elkezdtem statisztáltam a színházba, a Kolozsvári Színházba, felléptem a 200 éves évfordulóján a Kolozsvári Színháznak, Marton Azon László. Én ott voltam. Én Nagyra Törő ezt című darabjában volt két mondatom. Tehát, na rád nem emlékszem. És akkor így egyszer csak megfertőzött, és akkor eldöntöttem, hogy én fogok felvételizni színész szakra. És atyád mit szólt? Hát ezt inkább hagyjuk. Hát mi cirkuszolt nyilván, gondolom, már úgy emlékszem, hogy ideges volt, hogy miért. Aztán azt mondta, hogy ha megnéz a Lohinszky Lóránt, ugye nagy színész volt Marosvásárhelyen, igen, és azt mondja, hogy felvételizek, akkor talán elfogadja, akkor megnézett a Lohinszky, mondta, hogy felvételizek, akkor mondta édesapám, hogy de akkor még a Ferenc István is nézzem meg, és akkor talán elfogadja, és akkor végül felvételiztem a színész szakra, és akkor már őszintén úgy voltak a záróvizsgáim, ez volt a kérdés a Matek Egyetemen, hogy már nem nagyon tanultam, mert azért a színész szakon ott elsőben komoly erőbedobás volt, és akkor elmentem vizsgázni, és valahogy mindig átcsúsztam a Matek Egyetemen ezeken a záróvizsgán, de energiám arra, hogy megírjam a szakdolgozatomat már nem volt, úgyhogy végül is van egy befejezett egyetemem, de nincs szakdolgozatom, de nyugdíjas koromban be fogom pótolni, hogy legyen. És én láttalak színészként, ki a Jai Csetepatén. Igen. És akkor rendezte Novák Eszter, Marosvásárhely. Én szerettem azt az előadást, én nagyon szerettem azt. Utána aztán jött ez a színész, meg a színész szak, meg a színész voltam Marosvásárhelyen, és valahogy hát nem voltam boldog, mint színész.
Mert? Mert mindig néztem, és most ezt már elmerem mondani, de ez hosszú idő kellett eltelni, hogy az ember ilyen őszintén tudjon a színészetéről beszélni. Én mindig néztem a Viola Gábort, és ezt bátran említem meg, ő Kolozsváron színész, fantasztikus színész szerintem, hogy milyen könnyedén jön belőle próbán sokféle, és mindegyik hiteles. És nekem meg szülni kell, meg gondolkodni kell, kitalálni kell. Én kitaláltam, hogy ezt most így csinálom. És azt néztem a Violán, a színpadon, hogy az ember bejön, és csinál 10 fajtát. Tulajdonképpen fogalma sincs, hogy mit csinál, de zseniális. És akkor az emberben egyszer csak így nő ez a... Te meg agyonagyaltad a dolgokat? Hát agyaltam is, meg igen, mert hogy nem jöttek úgy az ösztönök, érted? Mm-hmm. És akkor egy idő után rájössz. És akkor nyilván adott ez a lehetőség, hogy volt színművészet, mert mi rendezőszakfelvételi Pesten, és akkor azt éreztem, hogy hát, ha ez az utam. De jó sokat jártál egyetem. Hány évet jártál te egyetemre? 15-öt. Nem mond, 14-et. Aha. És addig eltartottak a szülők, vagy melóztál mellett? Eltartottak. Hát melóztam. Itt a rendező szakon azért itt melóztam is néha mellett. A Duna TV-ben dolgoztam, de eltartottak a szüleim valószínűleg. Igen. Igen. De anyukám azt mondta, amikor elvégeztem a rendező szakot, hogy figyelj Attila, ha orvosira mész, azt még bevállaljuk, de mást nem. Úgyhogy bár apukám mostanában mondta azt, hogy azért egy jog, az még mindig. De hogy én sokat tanultam, igen, én nagyon, hát egy későn érő típus vagyok. Na. De aztán nem kellett, mert tulajdonképpen te voltál itt-ott, ugye talán mi volt, Eger volt. Eger, ott rendezte azt a fantasztikus valahol Európában, amit aztán Szegedi Szabadtérén megcsináltál újra. Máshogy nem annyira jó, mint Egerben, de azért az is általában. És tulajdonképpen meglehetősen hamar lettél te főrendező az Operett Színházban. Hát az ilyen hirtelen jött. Az ilyen hirtelen jött, nem, Keró egyszer csak felhívott, hogy nem lenne kedvem rendezni egy operettet. És mit mondod, hogy mi? Hát, hogy rendezzek a Raktár Színházba egy operettet. Ja, ez volt a Lili Báron. Igen, és akkor és jó volt mondtam az? Neki, hogy hát én valamikor rég láttam a Lili Báron 5 Kolozsváron, az egy jó sztori. Erre emlékszem erre a párbeszédre. És azt mondta, hogy akkor Lili Báron. Mondom, de hogy a sok ember nem kell. Tehát nekem csak a színészekkel, a többit majd megoldjuk. Tehát, hogy, de még nem is olvastam újra, hanem csak ugye az emlékeimben volt az, hogy ez egy jó sztori, hogy van benne csavar, meg van benne álca, meg van titok, meg minden. És akkor végül is, nem tudom, az 2004-ben volt a bemutató, azóta megy, tehát 19 éve megy folyamatosan az operetbe, és akkor utána rögtön azt mondta, hogy ő leszerződtet engem, én akkor Pécsen voltam, és hát a főváros az mindig kecsegtető, főleg ha az ember családja a fővárosban van. És így lettem főrendező, és én megmondom őszintén, ez furán fog hangzani, de én a legbüszkébb, nyilván a Mennyasszonytánc az... Jávori fele. Az is ment, vagy 200-szor. Hát többször is. Az egyik legfontosabb dolog, de én a legbüszkébb igazából arra vagyok, hogy az Operett Színház raktárszínházába bemutattuk az Ibusárt. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb cselekedetünk, hogy az Operett Színházon belül beszéltünk az operett teljesen abszurd idiótaságáról, néhol önironikusan, de ott abban a térben az nagyon fájdalmas önirónia tud lenni. Én azt ugye hiszem, hogy ez egy nagy... Gombrovicsnak van az a dumája, hogy az operett monumentális idiotizmusa. Ezt mutattuk be az Operett Színházban. Hát csak attól még a Lili Báron jobb volt. Az lehet, csak mint
tett, mondom ezt, persze, nagyon büszke vagyok. A javanyasszony tánc az biztos, hogy az... Az meghatározó volt. Tehát az egész folyamat, hogy fegyával megírtuk, vagy ahogy az egész ugye elkezdődött fegyával, az egy, de már előtte elkezdődött fegyával a Hegedűs háztetőnben, Egerben. Azt is együtt csináltuk még 2000. Hát igen, nem, mert abban ők voltak, igen, ha ők zenéltek. Úgyhogy... De hát a Rebeka is jó volt. A Rebeka is, igen. Meg Operettben is volt, még nagy színpadon is jó. Volt, hát csináltam ott a gazdasági válság előtt, megcsináltuk a Vígőzvegyet, és akkor Bori volt a dramaturgom, Bori a feleségem, ő az Örkény Színházban dramaturg, és ő volt a dramaturg akkor, és írt a gazdasági válság előtt, ez 2006-ban volt, tehát 8 körül volt a válság, írt egy sztorit arról, hogy hogy megy tönkre a gazdasági válság hatására egy ország, ezért kölcsönt kell felvenni, és mire bemutattuk, kitört a gazdasági válság, tehát tök aktuális lett. Tehát, hogy igen, de ugye az egy jó időszaka volt az Operett Színháznak, minden ellenére, tehát igen, utána jöttek a botrányok, meg stb., de közönség szempontjából, előadások szempontjából ez egy jó időszak. Én nagyon sokat tanultam őszinte arról, hogy színházat hogy kell szervezni. Tehát ott az egy fontos állomás. Mondtad, hogy például azt, hogy hozol be tömeget, meg hogy viszel ki a színpadra. Igen, igen. Hát gondold el, amikor a Szegedi Szabadtéri mondjuk 80 ember áll egy előadásba, akkor azt valahogy el kell helyezni, hogy ne csak álljanak. Tehát, de az igaz, hogy ott a 80-ból te mindegyiknek elmagyarázod, hogy miért, de egyenként a statisztériának, hogy... Mind a 80-nak nem, de hogy mondjuk 67-nek, igen. Miért megy igen, ki, igen. Miért áll ott, igen. Milyen az arc, miközben ott igen. áll. És mit gondol arról, amit lát, és miért énekli azt a részt éppen úgy, ahogy igen. Igen, ezt igen. Ezt szeret, igen, szoktam mondani, hogy táncos testvérek, figyeljetek most ezt el. Táncos testvérek? Igen, szóval meg énekkari művész testvérek, mindig így szólítom a ízéket, és kaptam is a táncosoktól egy pólót Szegedi Szabadtéri, hogy táncos testvérek. És akkor persze, hát nyilván hát tudnia, hát most tömegben állni az amúgy is hát nehéz feladat lehet. És akkor legalább az a tisztelet van, hogy egyenként tudják, hogy ő miért jött, mit csinál, mit akar, mit gondol, ő nem azt gondolja. Hát igen, hát ezért vagyunk rendezők. De az igaz, hogy te a jegyszedőtől a takarítónőig mindenkit alkotótársnak tekintesz, mert ez olyan szépen hangzik, de valójában a színházban ezt igen. Így... Tehát a Miskolci Színházban ez, hogy mondjam, tehát igen, mondjuk... Most volt Csárdás királynő, ott volt a Kálmán Ivon. Én nem láttam a bemutató óta, kimentem. Mert mi? Mert nem voltam itthon, mert rengeteg, 5 előadás volt eddig, láttam a bemutatót, és utána most már láttam megint többet, de hogy, és akkor megkérdeztem a jegypénztárosoktól, vannak ilyen izék, hogy akkor ő igen. Akkor megkérdeztem a nézőtéri takarítóktól, hogy érzékelték, hogy a nézők azok izé, igen. Akkor megkérdeztem a díszítőtől, akinek itt volt a felesége, hogy mit mondott. Igen, igen, szoktam. Illetve mindig tudod, van egy ilyen szokás Miskolcon, ezt most már hagyományosan 9 éve van, hogy amikor bemutató van, akkor én ott állok, és jönnek a nézők, és akkor beszélgetnek velem. És akkor mindent lehet mondani. Ezt Karinti Márton csinálta. Tényleg? Karintiben mindig, de én minden szünetbe kijött is, és beszélgetett, és fogadta is a nézőket, tehát igen, ott állt a bejáratnál. Ezt szoktam csinálni. Igen. Ezt szoktam csinálni, és akkor, na, hát akkor... És akkor mondják, hogy mi nem volt jó, az most jó volt, az nem volt jó, és akkor... De egyébként tényleg sokat tudnak a ruhatárosok is. A legtöbbet. Tehát nekem most, amikor mondjuk kijöttem a játékszínbe a hölgyválaszról, és azt mondja az ismerős ruhatáros néni, hogy sokan olyan mufurcan jönnek be, és nem is köszönnek neki. De amikor a hölgyválaszról kimennek, akkor mindenki mosolyog, és mindenki köszön. Szerintem egy jó előadás az. Na most erre mondom, hogy ez egy ebből hatás. Ítélve, ez egy színházi abszolút, hatás. Abszolút. Igen, én szoktam, tehát hogy most ez nehéz magadról beszélni, mint igazgató, de én büszke vagyok
dolgokra, hogy én Attila vagyok, és nem igazgató úr, hogy hát oda én láttalak téged hozzám, a színházi büfében hajnali háromkor dumcsizni, tehát hogy te ugyanúgy egy duma partner vagy, hát, és akkor nem voltál, te föl nem merült, hogy igazgató úr, mellesnek úgy, tehát te, hogy mondjam, nem így szoktak kinézni, most bocsánat, hogy ezt mondom, az igazgató, az igazgató, az igazgató urak. Tehát az igazgató urak tévé felvételre nem szoktak vászon sapkába. Az egyébként miért van rajtad mindig vászon sapka? Azért, mert régebb valószínűleg ilyen nagyon göndör volt a olyan megíz, és most már nincs annyi. Ja. És akkor az ember hiúságból eltakarja, mert azt hiszi, hogy így jobban néz ki. De, tudok én nagyon őszinte lenni. De öltönybe is egyszer láttalak most. Nem szoktam járni. Most, amikor 200 éves volt a színház, és egy ilyen rossz érettségiző öltöny típusú, meglehetősen rosszabb, tehát az egy rossz öltöny volt, bocsánat. Mert 20 évvel ezelőtt vásároltam. Ja, az egy 20 évvel ezelőtt, azóta nem és volt az rajtam. És az egyetlen mi? Öltöny. Hát néha volt rajtam, de hogy... Már ugye a moly megette kicsit. Az az egyetlen öltönyöm. Ja, hogy egyetlen öltönyöm van, igen. És nyakkendő is voltál rajta. Egyetlen van, azt apukámtól kaptam. Ja, hogy az nem is volt. Igen. Az nekem sincs, mondjuk. Tehát, hogy nincs öltönyöm. Tehát, hogy ez valahogy elkerült ez a fajta dolog, és én ennek örülök. Ez valószínűleg, ennek örülök. Én nem sportcipőbe szeretek járni, igen. De elmész mondjuk a Miskolci közgyűlésre, mondjuk pályázol, mert éppen meg kell szavazni, hogy újra te legyél az igazgató, vagy először elmentél. Akkor így voltam. Akkor ugyanígy? Igen, és a másodszor is így voltam. És nem pislognak? Ez vagyok én. Hát ez érted, tehát ha fölveszek egy öltönyt nyakkendővel, és eljövök hozzád interjút adni, akkor megkérdett, hogy baj van. Tehát, hogy én szerintem nem tudom, én nehezen... De ez mit akar? Tehát ez vagyok én, az mit, azt hogy fogalmaznád meg, hát, hogy ki vagy? Hát, én nem szeretem az ilyen hivatalosságokat. Én óckodom mindenfajta. Én nem szeretem, ha... Szóval... Az, hogy ki vagyok, az fogalmam sincs, de hogy tudom, de hogy ez az egész öltözés kérdés, ez egy jó kérdés, mert azért nincs öltönyöm, mert nem szeretem az öltönyös embereket, vagy az ilyen fehéringes, nyakkendős pingvinem ruhákat. Na. Tehát, hogy ha ilyen esemény van, nekem az foghúzás, hogy ilyenbe kell öltözni. Azzal szoktam viccelni, hogy sportcipőt veszek az öltönyhöz, és akkor a feleségem mindig mondja, hogy vedd le. Tehát, hogy valószínűleg a határokat azt máshol gondolom. Szóval akkor ki vagy te? Húha, hát nem tudom, én egy matematikus vagyok. Persze. Nem lehet elviccelni. Nem egy színál, tehát hogy ki, nem tudom, egy 52 éves ember, akinek van egy csodálatos kisfia. Azt hiszem, egy teniszapuka vagyok. Jókat tudok erre válaszolni neked, egy teniszapuka vagyok. Van egy versenyző teniszező fiam, és akkor én ott ízgulok a pálya szélén, és néha artikulálatlanul viselkedek, mert elégedetlen vagyok abban, hogy játszik, de pontosan tudom, hogy nem szabad beleszólni. Beüvölt össze a pályára? Pontosan tudom, hogy nem szabad beleszólni, csak szívem szerint azt tenném, de elharapom a nyelvem, elmegyek, elszívok egy doboz cigit hátul, miközben egy labdamenet ment le. Ez vagyok. Ez az egyik kedvenc szórakozásom különben az, hogy hétvégén versenyre jó, a akkor ez az egyik részed, és akkor van azért még csak van más is, nem? Még mondok egyet, van a nagyon szigorú apuka, aki a mateket otthon külön korepetálja a gyerekével. Na jó, de akkor mint rendező, meg igazgató? Hát én azt gondolom, hogy az vagyok, aki, és ezt most félretéve a viccet, aki egyszer csak eldöntötte, hogy van egy generáció Magyarországon, 10 évvel ezelőtt, az akkori 35-40-esek, akik valahogy mindig, hogy mondjam, második-harmadik vonalat képviseltek. Én őket nagyon jó színház csinálóknak gondoltam. És egyszer csak azt gondoltam, hogy muszáj lenne bebizonyítsuk, hogy működik az a fajta színházi
eszmény, ahol nem egy ember határozza meg, és akkor ez egy jó válasz az öltönyre is, nem egy ember határozza meg, hogy egy színházi gépezet, egy épület, egy társulat, egy műsorpolitika, egy esztétika merre megy, hanem megteremtjük azt, hogy öten egyszerre megcsináljuk úgy, hogy mindenkinek egy szavazata van. Öt igazgató van, és mindenkinek egy szavazata van. És akkor ezt 10 évvel ezelőtt megpróbáltuk. Hatan nem működött. És akkor nagyon szomorú lettem. Mert azt mondtam, hogy nem létezik, hogy nem tudunk egy hajóban egyszerre csapásolni, hanem valaki mindig másik irányba csapásol. És akkor volt, adott Isten még egy lehetőséget 2015-ben, vagy 2014-ben, és akkor azóta ez 9 év óta sikerült bebizonyítanom magamnak, hogy tudok csapatban dolgozni, hogy a demokratikus elv az, hogy ötünknek egy szavazata van, és ha nem tudunk megállapodni valamiben, akkor megszavazzuk. Ezt el tudom fogadni. Tehát tulajdonképpen azt kérdezted, hogy ki vagyok én, tehát a legbüszkébb arra vagyok, hogy akkor, amikor a nehéz helyzetben szembesülnöm kell saját korlátoltságommal, az inkább felemel, mint agyon súlyt. És ezt például a Miskolci Színháznak köszönhetem, annak az 5 embernek, akivel én együtt vezettem ezt. Ez az úgynevezett művészeti kalács, ahogy a színészek nevezik. Ez öt rendező. Szabó Máté. Igen, mondd el, Szabó Máté, Szűcs Artúr, Rusznyák Gábor, Keszég Laci, meg jó magam. Az törvényszerű, hogy csupa rendező? És nincs benne színész? Igen. Mert? Mert azt gondoltuk, hogy ez a színház vezetősége. Tehát, hogy a színész ebben az esetben, az sem igaz, hogy nincs benne színész, mert Artúr színészként is szokott játszani. Igen, de alapvetően rendező. Igen, mert azt gondoltuk, hogy ez a csapat az, ami kívülről látja a színházat. Kívülről tud rád színész, sose látja kívülről a színházat. A színész az a mesterségéből, vagy a szakmájából, vagy a hivatásából fakadóan belülről látja a rendező, az mindig kívülről látja. Ez volt az a különbség, akkor azt mondtam, hogy rájöttem, hogy nem vagyok jó színész, mert mindig kívülről láttam magamat. A Viola Gabi megjött, és belülről csinált olyan dolgokat, amitől mindig leesett az állam. Na most ez az 5 rendező, igen, ez szükségszerű. Ez volt az ötlet, ez volt a koncepció, amivel elindultunk Miskolcon. Van 5 rendező, és vannak a problémák. És a problémák, azt tudom, mert ugye beszéltünk róla, hogy az alapszabály, hogy lehet egymással üvöltözni ezen a művészeti tanácson, de addig nem lehet felállni, míg meg nem egyeztetek. És amíg ki nem békültünk úgy, nem kell kibékülni, amíg nem vagyunk túl rajta. Tehát amíg nem egyeztünk meg, és nem vagyunk túl. Mondasz egy ilyet, ami mondjuk egy olyan volt, amin úgy jól összevesztetek, aztán lett egy megoldás? Többet is tudok mondani, de most próbálok mondani egy olyat, ami nemrég volt. Volt egy bemutató. Nem akarok neveket mondani, mert nem akarom kiadni a jó, értetet ebbe. Azért ez egy nagyon intim dolog ott bent az irodánkba, érted? De hogy volt egy olyan, hogy azt mondta az egyik rendező, kollega, művészeti tanácsból az 5-ből egyik, hogy na, ezt nem mutatjuk be. Ha ezt bemutatjuk, akkor pontosan ugyanolyan szar színház vagyunk, mint az összes többi. Mert vacak hatásvadásnak tartotta a darabot? Igen. Jó. Mire én kerültem vele szembe, és mondtam neki, hogy ez nem igaz, mert van olyan, amikor nem a hochértelmiségieknek kell. És akkor ebből lett egy vita, és volt 3 ember. És aztán végül 3-2-re az nyert, hogy kell. Iszonyatos nagy siker lett. Különben. De hogy értsed, hogy azóta is van bennünk egy tüske, és én értem, amit mondott ez az illető, tökéletesen értem. Szívem szerint én is csak olyan színházat csinálnék. Csak tudod, néha nem csak azt csinálod, ami, hanem néha kicsit tovább nézel, mondom én. De hogy ilyenből több volt. Volt olyan is, amikor pont a fordítottja történt egy operettel, hogy elment olyan irányba a próba folyamat, hogy egy olyan operett lett belőle, ami mindenkinek szólt, de nem a idézőjelbe tett operett közönségnek, és akkor is döntést kellett hozni, hogy folytatjuk, vagy nem folytatjuk. Akkor meg pont fordítva volt a válasz, hogy mi vagyunk bátrak akkor.
Ha most megijedünk attól, hogy a Mágnás Miska az tulajdonképpen Pixi és Mixi szerelméről szól, megijedünk ettől, akkor miért csináljuk ezt a színházat? Meghívtuk a Székely Krisztát, ez a Mágnás Miska ilyen? Akkor így mutatjuk be. De hát Attila, mi lesz? Hát akkor az lesz. Tehát, hogy érzed, csak azért mondtam, tehát, hogy két gróf szerelméről. Is. 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 De hogy érted, csak azért mondtam ezt a példát, hogy soki, rengeteg ilyen helyzet van, de mi abban is közösen kell megállapodjunk, hogy kit veszünk fel a társulatba. Tehát, hogy érted, mondok egy példát rá, hogy most fölvettük a Baranyi Emmát a főiskoláról, de mind az öten elmentünk, megnéztük itt, ott, amott, amott, és akkor utána megszavaztuk, hogy te hogy érzed. Nem az van, hogy egy ember azt mondja, hogy gyere hozzám, hanem azért az egy komoly. Szóval hát azt hiszem, hogy ez nagyon sokat jelent nekem is. Volt olyan is, hogy azt mondták, hogy Attila, és akkor leszavaztak, és akkor én utána azt képviseltem, amit ők leszavaztak. Tehát, hogy arra nagyon büszke vagyok, hogy mi ezt... De én ezt nagyon komolyan veszem, ezt a demokratikus játékot. Bár ez csak egy színház, ez nagyon pici, de felemelő tud lenni. Tényleg. És figyelj, az is igaz, hogy iszonyatos nehéz úgy színházat vezetni, hogy állandóan a telefon a kezedben van, mert föl kell hívni öt embert, hogy te figyelj, mit gondolsz, hogy érted, vagy le kell ülj és körbe. Nem vagy, ezt tapasztalatból tudom, nem vagy az elérhetetlen igazgató. Jönne. Tehát te rendszerint fölveszed, nem, akkor belátható határidőn. Én nem. Nagyon belátható határidőn visszahívsz. Abszolút, tehát ez nem, meg válaszolok, meg de hogy azt kérdezted, hogy ki, hát ez Miskolcon, ez megszületett, ez egy nagy érték szerintem. Az, hogy nem tudom, én akkor nem voltam, mert Bukarestben voltam, de megnézték az Asher által rendezett Pintér darabnak a főpróbáját. Ez egy Évuska? Egy Évuska főpróbáját, és a felhívott utána vagy a Máté, vagy a Rusztják, már nem tudom, és mondta, hogy figyelj, elmondtuk, és szóval értetted, hogy szóval ez egy nagyon működőkép. Nem tudom, mikor volt ilyen Magyarország. Azóta sok, miután megcsináltuk a művészeti tanácsot, sok helyen, sokféleképpen akarják ezt modellálni. Hát én bízom benne, hogy rájönnek, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát... Figyelj, te ezzel el vagy, akár nyugdíjas korodig így. Ezt én nem tudom. Hogy te igazgatsz Miskolcon, rendezel itt-ott. Nem, hát ugye elterjedt azért, ezt nyilván te is tudod, tehát sokan lebesgették, hogy esetleg te is megpályázod az operettet. Voltak, akik örültek is volna. Na, biztos, hogy ugye neki. A szakmai... Valószínű, hogy tudtad is volna csinálni. Azt nem tudom, hogy te megkaptad volna. Az megint egy más kérdés. Valószínű, hogy nem. De hogy nem vágysz-e arra, hogy akkor megint, mint a Mennyasszony tánc, egy 200-as, egy 300-as széria. Tehát óhatatlanul csak többen látnák a munkáidat, hogyha ugyanazt, tehát én sajnálom ezt a producereket, hogy ez nem ment több százszor Budapesten, és a Hegedűs a háztetőnödet is sajnálom, hogy nem ment több százszor, már pedig ment volna. Az biztos, hogy ment volna. Na, ugye, azért mondom, tehát, hogy nem vágysz-e arra, hogy végül is mégis újra bekerülj, hogy úgy mondjam, a mainstreambe, miközben a szakma téged oda sorol. Nézd, az, hogy megpályázom az Operettszínházat, az nekem is megfordult a fejembe. Na, ugye. Annál egy racionálisabb, sőt, körben fontabb, hogy te mondtad, ember vagyok, én inkább azt mondom, hogy raffináltat mondtál. Én egy raffinált racionalizmussal rendelkezem, tehát az ember felméri a lehetőségeit, és fölöslegesen nem megy szembe a kudarccal. Tehát fölöslegesen nem fogok pályázni, miközben tudom, hogy két eljel fogadnák akár, hogy mondjam, politikai szinten is azt, hogy én pályázom. Abba biztos vagyok benne, hogy tudnám csinálni. Tehát infrastruktúrálisan, vagy strukturálisan, vagy vezetéstechnikailag, vagy ízlésileg valamilyen módon még azt is kimerem jelenteni, hogy a mostani
szürkületnél talán tudnék napot varázsolni, ébredő napot a szürkületbe. Hú, de szépen. Beláttam, hogy én ezt nem tudom megnyerni. Mm-hmm. De nyilvánvalóan az, hogy Bukaresti Operáciházban megcsináltam a Rebekát, és látják. Sőt, a Lili Báronnét is. Azt nem, azt Oroszország. Ja, azt Szentpéterváron csináltam. És látják mai napig több ezren, ez örömmel tölt el. Én szeretek ilyen nagy színházi előadásokat, vagy nagy zenés előadásokat csinálni. Fura mód, én nem óckodom tőle, sőt kihívásnak név könyvelem el, de hogy a kérdésedre válaszolva, nyilván sokszor pörög a fejembe, hogy mit, hogy, hova, de belátom, hogy mire van esélyem, és hogy mire nincs. Most például mondok neked egy meglepőt, nekem az egyik legnagyobb örömöm az most, vagy arra készülök ilyen nagyon a fejembe, hogy márciustól másfél hónapon keresztül a Bulandra Színházba fogom rendezni valószínűleg a Mi osztályunk című darabot. Amit már Miskolcon rendeztél. Igen, azért az más lesz ott, de hogy erre vágytam, ez szerepelt a bakancs listámon, hogy egyszer a Bulandrába rendezzek. Ugye Romániában van egy mondás, hogy az rendező, aki már rendezett a Bulandrába. A többi csak gyakorolja a szakmáját. De hogy most ez, bocsánat, a nagy képviségért vagy a viccér inkább, de hogy igen, ez most teljesült. Nyilván sokszor pörög a fejembe, amikor rengeteget utazom, reggelente lemegyek Miskolcra, délután visszajövök, főleg régebb, amikor a gyereket ki kellett még venni a suliba, most már önjáró, úgyhogy nem olyan nehéz, de hogy eszembe jutott, hogy hát Budapesten kéne horgonyt vetni. De addig, amíg ez a miskolci hajó így szeli a habokat, addig én nem akarok horgonyt vetni. Köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Béres Attila, a Miskolci Színház igazgatója, rendezője volt a Bóta Café vendége. Viszontlátásra.